modern szellemben írott könyv a románok történelméről, amely alkalmas arra, hogy a mai közönséget, fiatalokat és kevésbé fiatalokat megragadja. Egy nemzet történelmének az elbeszélése nem könnyű feladat. Nyágudzsú várának talán azért sikerült nagyon jól, mert mindenféle gátlás nélkül fogott hozzá, és ezért a könyv nem csak arról szól, hogy ő mennyire jól ismeri a románok történelmét, hanem arról is, hogy mit érdemes ma elmondani annak, aki járt ugyan iskolába, és ott tanulta is a románok történelmét, de azért egy összefoglaló, szintetikus, koncentrált kép mindig mindenkinek jól jön, mert egy nemzet történelme nagyon bonyolult esemény vagy folyamat. Nyágudzsú várának szerintem azért sikerül, mert nem csak nagyon jól ismeri a történelmet, hanem van módszertani tudása, és vannak fogalmai arról is, hogy ma mit kell elmondani románoknak és nem románoknak a történelemről. A történelem szövege, a történelem elmondása első fokon mese, és ez a könyv nagyon jól elmesélt történet. Tehát bárki olvashatja úgy, mint érdekes történetet, mint mesét. Egy második fokon ez a könyv ismereteket tartalmaz. Tehát az ember megerősödhet az eddig elsajátított ismereteiben, és újakat szerezhet benne. Egy harmadik fokon ez a könyv kritikai újragondolása ennek a történetnek. Tehát az ember beavatja a szerzőnek, a történésznek azokba a gondolataiba is, ahol ő a saját nemzete történelmével vitatkozik olyan értelemben, hogy tehát hogyan mondták ezt rég, hogyan lehet ezt elgondolni ma, hol voltak erre régtől ismert válaszok, és hol lehet gondolkodni, keresni új válaszok után. Na most annak a számára, aki gondolkodva viszonyul, akár a románok, akár a saját nemzete történelméhez, ez a harmadik rétege a könyvnek a legizgalmasabb, mert végül is a történelemmel való kapcsolatunkban a legizgalmasabb az, hogy tudjuk, hogy mi történt, de nem tudjuk pontosan, hogy miért történt úgy, hogy jó-e, hogy úgy történt, és hogy egyáltalán mit kell tehát ma gondolnunk róla. Egy könyvnek a legmélyebb ambíciója talán az lehet, hogyha segít abban, hogy megértsük a világot ebből a nézőpontból, hogy tehát miért történtek a dolgok úgy, ahogy történtek, és erről ma mit indokolt gondolnunk.